elkezdte a csapat a felkészülést, hogyan fog felépülni a bajnokság kezdeteig tartó bő másfél hónapos időszak. Igen, ugye elegendő volt a pihenőidő, a játékosok szerintem már mindegyik kölyük, meg a szakmai stáb részéről is már jött volna vissza, és már találkozunk, és már kezdtük volna el a közös munkát. Itthon töltünk másfél hetet, másfél hét után megyünk edzőtáborba, ez tulajdonképpen a második és a harmadik hetünk a felkészülésbe. Bele fogunk kicsit karcolni a csúcsterhelés időszakába, és amikor visszajövünk Szlovéniából, akkor nyilván még azért megkapják a megfelelő terhelést, és a formába hozás időszaka lesz. Ebben nagy csodákat nem mondok, így épült fel 100 évvel ezelőtt is egy felkészülési program, meg most is, attól függetlenül, hogy modernebb dolgokat, innovatív dolgokat rakunk bele, apróságokat a felkészülésbe, hogy minél jobban felkészüljünk a következő évadra. Június 20 és július 5-e között fog edzőtáborba látogatni a csapat. Mit lehet tudni az itteni ellenfelekről? Ezek a csapatok mennyire, illetve hogyan fognak illeszkedni a felkészülésbe? Az volt a fő szempont, hogy a csapat aktuális állapota, ezt én értem fizikálisan, meg taktikailag a megfelelő impulzust kapjuk az ellenfelektől. Fontos, hogy ebben az időszakban a mérkőzés és a játék mind a négy fázisából kapjunk, meg tudjuk gyakorolni. Ezáltal épp ami tematika van azon a héten, azon a napokon a csapatnak, azt tudjuk adagolni a játékosoknak, ennek megfelelően élvonalbeli csapatokkal játszunk. Így azt mondom, hogy szlovén élvonalbeli csapatok másodosztályból feljutó csapattal játszunk, illetve a Csukaricski, aki a szerb élvonalban szerepel, mind olyan ellenfél, aki ellen minőségi edzőmérkőzést tudunk megvívni, és olyan tanulságokat tudunk levonni, ahol nem csak nyilván az erősségeink fognak kirajzolódni, hanem hibákat is fogunk elkövetni, de hát ez a lényeg egy felkészülési mérkőzésre, hogy felkészítsük magunkat, ezáltal a hibák is előjöjjenek, és szerintem jó visszajelzéseket fogunk kapni. Eddig két új játékos érkezett a csapathoz, Ilija Beriásvili és Robert Polievka. Miért rájuk esett a klub választása, és mikben jelenthetnek erősítést a csapatnak? Igen, tavaly feljutóként több változtatás volt, több igazolás volt a keretbe. Most inkább az volt a fő irányvonal, hogy célzott igazolásokat hajtsunk végre, azok a dolgokat, amiket szeretnénk kijavítani, esetleg fejleszteni a csapaton belül. Nem sok igazolás, új igazolás, viszont annál hatékonyabb igazolásokat szeretnénk a csapatban tudni. Itt nyilván a védekezés megerősítése, hogy az a sok kapott gól, ami nyilvánvaló, azokat csökkentsük, minimalizáljuk, illetve hogy a támadó potenciálunk nagyobb lett, ezért érkezik a támadó részlegbe a szlovák gólkirály, szlovák válogatott Polievka, úgyhogy mindkét új igazolás nagy erősítés a csapatunknak, és ugyanúgy nem feledkezhetünk el azokkal a játékosokkal, akik most a kölcsönadás után térnek vissza, hogy hány fő marad itt, és ki az, aki a további kölcsönadás döntés lesz, ez nyilván a felkészülési időszak további döntése lesz. De nagy erősítésnek gondolom, hogy azok a 2002-es, 2003-as játékosok, akik előző évben nagy játékpercet kaptak, és nagy lehetőséget kaptak, és többségében tudtak élni vele, azok szintet tudnak lépni, tehát ezt is hozzávehetjük az új igazolásainkhoz, hogy erősödünk ezáltal is, hogy a folytonosság, illetve az ő fejlődésük azok töretlennek gondoljuk, és reményeink szerint így is lesz.